Nem kell kapkodniuk azoknak, akik a közeljövőben új lakást szeretnének építeni. Miután az ehhez igényelhető 5%-os áfa eredetileg az idei év végéig lett volna érvényben, rengetegen szeretek volna építési engedét kapni még a határidő lejárta előtt. A kormány úgy döntött, újabb két évvel 2024 végéig meghosszabbítja a kedvezményt. Vég József, a megyei építész elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, ez nem csak a beruházóknak, hanem az építőiparnak is kedvező döntés. Azt gondolom, hogy mindenki megnyugodott egy picit, ez igaz a vevőkre, és még inkább igaz a beruházókra, akik a közeledő évvége láttán éppen, hogy egy telekkel és még egy koncepcióval se rendelkeznek adott esetben egy belvárosi társaság előkészítése során. Személy szerint is érintett vagyok egy-két ilyen munkába, úgyhogy látom, hogy megnyugodtak a kedélyek és e, e, igazából senki nem állt meg, de az a fajta kapkodás, és esetleg e, rosszul meghozott, nem jól előkészített döntések, ezek talán e, mégis elkerülhetők lesznek, és és így e, e, valójában ennek most mindenki örül a szakmába, a, a, és örüljenek a levő jelöltek is. Idén a kormány felállította az építési és beruházási minisztériumot, amelynek a Kamara megyei elnöke szerint is sok feladata lesz. A magánszemélyek mellett segíteniük kell az önkormányzatok folyamatban lévő beruházásait, azokra ugyanis nagy terhet rónak hamarosan a megnövekedő energiaárak. Az új tárca egyébként már előirányozta néhány tervét, a magán és az állami szektorban is olyan épületek építését szeretnék támogatni, amely alacsony energiaigényen rendelkezik. Olyan épületek és olyan házak x időponttól ne lehessenek, ne épülhessenek új épületként, amelyek csak fogyasztanak és nem termelnek. Magyarul egy épület ugye fogyaszt mindenféle energiákat, vizet, gázt, elektromos energiát, a fogyasztás oldala az tiszta, és a termelés oldala pedig, hogy ezeken az épületeken akkor szülessenek energiatudatos, energiatermelő rátétek, kiegészítők, ezek meg tudnak nyilvánulni nyilván napelembe, korábban a napkollektor, de most az a világ talán leáldozóba, de itt vannak ezek a hőszivattyús új rendszereink a fűtés megoldására, stb. és hát még még most folyik a gondolkodás, hogy miket is kellene itt újraéleszteni. Itt hallok már biogázról és sok mindenről, ami régen is volt, tehát előre lehet még szedni a régi idők gyakorlatából feléleszthető dolgokat. Vég József hozzátette a fenntarthatóságra és az energia tudatosabb építkezésre a háború is ráirányította a figyelmet. Idén egyébként a dráguló építőipari alapanyagok miatt csekély mértékben csökkent a beruházási kedv. Ennek a folyamatnak a megállításához pedig elsősorban a tűzépekre kell nyomást gyakorolnia a kormánynak a kamara megyei elnöke szerint.